Szeretnék most nektek bemutatni egy vendégünket, Mészáros Andit, aki egyébként ezt a bal oldalon ezt a tigrist festette, és Andi a mentorprogramunknak a tagja, és meghívtam őt egy ilyen kis beszélgetésre, hogy meséljen arról, hogy milyen ebbe a programba. Na, sziasztok, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és nektek nagyon köszönöm a meghívást. Nagy öröm számomra egy olyan dologról beszélni, amit imádok csinálni. És egy picit magamról annyit, Mészáros Andrea Szilvia vagyok. Én sem most kezdtem, és én sem 20 éves vagyok, tehát én most jelenleg 49 éves vagyok, és ez a hobbim, imádom csinálni. Foglalkozásom service desk analysztként dolgozom német-angol nyelven, egy számítógépes cégnél, és nagyon elfoglalt vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy van olyan, hogy napi 12 órát dolgozom, úgyhogy nekem is a hétvégéket szánom erre a tanfolyamokra. Figyelj, Andi, szeretnék... azt mondd meg, hogy amikor 12 évvel ezelőtt nekiálltál rajzolni és festeni, akkor mi volt a motivációd, miért akartad ezt? A legelső tanfolyam az azért volt, mert akkor egy ilyen személyiségfejlesztő úton haladtam, és pont az önbizalomfejlesztés jött elő nekem, hogy arra szükségem van. És mivel a rajzolás az akkor még nagyon új dolog volt, ez a jobb agyféltek és rajzolás, és szinte ti voltatok az elsők, akik ezzel Magyarországon foglalkoztak, és így jött ez az egész, hogy megpróbálom, hogy kíváncsi vagyok, mert mindig is szerettem rajzolni, hogy ebből a szemszögből mit lehet kihozni belőle. És nagyon nem bántam meg, úgyhogy a végeredmény is annó is meg is lepett, meg nagyon-nagyon boldoggá tett, hogy azért csak sikerült, tehát ez nem lehetetlen. Figyelj, Andi, hogy most egy 2,5 éve tanulsz már a mentor programba. Tehát 12 évvel ezelőtt kezdted, különböző tanfolyamokat végeztél el, egyszer idejöttél, egyszer odajöttél, de ugye mégis jelentkeztél a mentor programba 2,5 évvel ezelőtt, most már harmadikas vagy, és oda miért jelentkeztél a mentor programba? Mi az, ami oda hozott? Hát az volt a szerencse, hogy egyrészt, hogy hazaköltöztem külföldről, tehát ez 4 évvel ezelőtt. Ugye az fontos tudni Andiról, hogy Andi elit csoportot választott, Andi elit csoportba jár. Jó? Tehát ő a tantermi tanfolyamokat választotta, de ugye nagyon sokan vannak, akik az online tanulást választják. Tehát Andi online vagy tanteremben van, és akkor ugye most mondjad, hogy akkor hazaköltöztél, bocs. Semmi probléma. És akkor úgy voltam vele, hogy mivel már mindenféle tanfolyamon nálatok részt vettem, szerintem nem is volt olyan, amit nem. Tehát a ceruzától kezdve minden. De így össze-vissza csináltam, tehát tényleg úgy jöttem, hogy amire időm van. És hogy mivel elindult nálad, szóval hazaköltöztem, és akkor ugye kerestem ugyancsak egy olyan elfoglaltságot, amit rendszeresen végezhetek, és úgy mit hoz a véletlen, pont akkor indítottátok ezt az elit programot. És az volt a lényege, hogy azt akartam, hogy egy összeszedett tudás legyen, és hogy tudod, lépésről lépésre megtanuljak egyre jobbá válni. És mert volt az a célom, hogy teljesen fotorealisztikus festés, amit úgy lassan közelítek felé. Ez így van, így van. Lassan közelítek felé, és most már tényleg olyan képeket megmerek csinálni, vagy merek elkezdeni, amit eddig, vagyis hát évekkel ezelőtt ez még szóba se jöhetett volna. Úgyhogy tényleg az volt a lényege, hogy lépésről lépésre egyre jobbá válni, és nem csak ez, hanem személyiség, tehát személyiségfejlődés is egyben, mert ez az egész úgy kinyitja a horizontot előtted. Tehát nekem régen volt önbizalom hiány, meg tehát önbizalommal problémám, és ahogy látom, hogy ezek a dolgok így sikerülnek, így lépésről lépésre, úgy voltam vele, hogy ez az életben bármire igaz. Tehát akár munka, akár bármit vállalni, vagy merni változtatni, vagy egyáltalán a hozzáállása az egészhez. És a probléma megoldásomon nagyon sokat segített, mivel hogy mi megtanulunk minden perspektívából nézni dolgokat, ezt ugyanúgy egy problémára is el lehet vetíteni. Jó, hát nem a formákat nézzük, de
De az, hogyha kijövünk egy dologból, és más perspektívából nézzük, akkor lehet, hogy megjön a megoldás. És ez a rajzolás nekem nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy meg türelmesebbé is tett, mert már nagyon szeretek nem kapkodni, hanem nem szeretek várni. A várakozás nem az én erősségem, de ugye mindenhol várni kell bizonyos dolgokra. Úgyhogy itt megtanultam, hogy a türelem rózsát terem. Igen. Nem rózsa lett, hanem fénykép. Tudjátok, hogy Andi mondta, hogy fotorealisztikus minőségben szeret alkotni, rajzolni, festeni, és a másik az, hogy nem csak fotorealisztikusban, hanem óriás méretben, tehát nagy méretben. Igen, egyre nagyobban. Amíg mondjuk a többiek megcsinálnak egy elit csoport alkalmon mondjuk két képet, addig Andi 8 nap alatt készít el egyet. Tehát, hogy óriási energiát, munkát beletesz a képeibe, és hát gyönyörűek, ugye láttátok is azt a tigrist, amit mutattam, hogy ott minden szőrszál meg van festve egyesével. Andi, figyelj, mi lett a kedvenc eszközöd? Ugye most már 2,5 éve tanulsz, mi lett a kedvenc eszközöd ebből a 8-ból, amit itt felsoroltuk? Nagyon szeretem a grafit rajzot. Szerintem olyan szép dolgokat lehet kihozni belőle, meg van egy feelingje, tehát az, hogy ott fekete-fehérbe árnyékolással, és ugye ott is van több technika, amit majd fogunk tanulni, vagy akik kezdik majd tanulnak, hogy satírozás, vagy vonalkázás, vagy teljesen ez a maszat. Hát érdemes kipróbálni, és egyszerűen én nagyon-nagyon szeretem, tehát a mai napig nagyon szeretem, az első, a második az akrilfestés, mivel ott nincs elrontott kép, tehát arra 10 réteg rámegy, akkor 10 réteg, tehát ezt addig kell csinálni, amíg azt nem látjuk, hogy nekünk megfelelő, és nincs elrontva, tehát ott rossz színben átfestjük, ennyi, tehát ott sincs lehetetlen. Úgyhogy egyszerűen az, hogy végtelenek a lehetőségek, és a harmadik az olajfestés, nagyon szeretem. Az pedig pont azért, mert az állaga miatt, hogy olyan gyönyörűen kenhető, tehát hogy az egésznek a textúrája, meg a csillogása, nem tudom, ennek van valami olyan mély az egész. Egy olajfestmény más érzés ránézni, meg úgy más, hogy tudom, hogy az olajjal van. Jó, mondjuk több időt vesz igényben a száradás miatt, de ez már ilyen technikai dolgok. Igen. De a végeredmény nagyon szép. Úgyhogy... Mondd csak, hogy a mentorprogramból mik azok az elemek, amiket te nagyon szeretsz? Ugye, hogy ott vannak a videófilmek, ott vannak a webinárok, ott van a mentorálás lehetősége, ott van a közösség, hogy mi az, amit te legjobban szeretsz ebből a programból? Hát pont így felsoroltad, amit szeretek, és így csokorban minden all-in. Igen. Na, szóval a videók érdemes megnézni, mert utána, amikor így megyünk személyesen, akkor legalább egyrészt tudjuk, hogy miről lesz szó, meg a képválasztásnál is nagyon segít, hogy akkor éppen milyen technika, vagy hogy fogjuk tudni megoldani, tehát egy mankót ad ahhoz, hogy meg tudjuk festeni a képet.